Többek között farsangi dalokat és mondókákat hallhattak azok, akik ellátogattak a Magtár látogatóközpontba. Itt zajlott ugyanis a Dúdolda elnevezésű foglalkozás. A legtöbb anyuka és babája már jól ismeri ezt a programot. Az ő bátyával is jártunk hasonlóra, és amikor 3 hónapos volt a Bendegúz, akkor kezdtünk el ide a Nellyhez járni, és azóta minden szerdán itt vagyunk, mert hát most nem látszik, de nagyon élvezi. Csak ilyenkor mindig olyan elfáradnak, úgyhogy ez ilyen win-win, mert ő jól érzi magát, én is jól érzem magam, és tanul otthon kipiheni magát, és alszik egy nagyot, úgyhogy ott egy mikrofon, igen. Hely a bota, lapota, lábad ide nem oda, csip-csep, egy-csep, öt-csep, meg tíz, orvad a jég, csap-csep, ered a víz. A zenés énekes foglalkozáson a legkisebbek, de a nagyobbak, sőt még a felnőttek is önfeledten felszabadultan játszhatnak, tölthetnek időt egymással. A Dúdolda tulajdonképpen egy zenés játék, aminek alapvető célja inkább az örömszerzés a család mindegyik tagjának a számára, tehát úgy a gyerekek, mind a szülők, nagyszülők számára. Alapvetően évszakokhoz, ünnepkörökhöz kötődően szoktam összeállítani a foglalkozás tematikáját, és ebbe csempészek bele különböző eszközöket, új dalokat, megzenésítéseket, és nyilván a hagyományos dalok sem maradnak el. Nagyon sok féleképpen hat rájuk nyilván a rengeteg inger, a ritmusok, a szókincsük fejlődik, a mozgáskultúrájuk, önmagában a szociális érintkezés, tehát meg az az öröm, amit szereznek ezáltal, tehát látszik, hogy a legtöbbjük mozog a gyakorlatilag öntudatlanul ezekre a dalokra, a mondókákra, és gyakorlatilag így rájuk ragadnak szavak, mondókák, úgy mennek már sokszor óvodába, hogy ezeket mind tudják. Horváth Kornélia, vagyis Nelly már több mint 11 éve tart ilyen foglalkozásokat. 2011-ben kezdtem. Nem volt vele kezdetben komolyabb célom, de ahogy telt az idő, egyre inkább élveztem én is, és egyre nagyobb igény volt rá. Úgyhogy nagyon szeretem csinálni, és remélem, hogy ezzel fogok foglalkozni még nagyon sokáig. Tulajdonképpen a saját gyermekeim, tehát én régen is zenéltem ugye zeneiskolai keretek között is, tehát komoly zenével foglalkoztam alapvetően, és akkor ahogy megszülettek a fiaim, nyilván előtérbe kerültek a gyermekdalok, a nekik szóló muzsikák, így elkezdtem egyre több ilyen fajta zenét játszani nekik, akkor utána hívtam ismerősöket, hogy miért nem zenélünk együtt, tehát tulajdonképpen egy ilyen közös baráti zenélésből nőtte ki magát ez a mai foglalkozás. Tehát amit velük otthon csináltam, gyakorlatilag azt ültettem át egy közösségi élményé. Bár ezen az alkalmon anyukák és nagymamák vettek részt a kislányokkal és kisfiúkkal, de számos foglalkozáson az apukák hozzák el gyermekeiket, sőt, köztük is vannak visszatérő vendégek. Meglepődtem is, mert ide általában a Magtár látogatóközpontban szoktak jönni édesapák, azért egy-két apuka mindig megfordul, sőt volt az elmúlt 10 évben több olyan édesapa, akik ők voltak gyersen otthon a gyermekkel, tehát rendszeresen csak ők hozták ide, meg a családok is nyilván jönnek így együtt. Sütök, masszitálok, holnap sütök, neked egy.